Megállapítom, hogy az ülésen 22 képviselő, a megválasztott képviselők több mint fele jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Nagy üzem volt szerdán a Városháza dísztermében, közel 30 napirend várt a képviselőkre az év utolsó közgyűlésén. A nemzetiségért díjak átadása után mindjárt a hulladék gazdálkodásról vitáztak a városatyák, több ellenzéki kérdés is elhangzott azzal kapcsolatban, milyen hátránya származik a GHG-nak abból, hogy állami irányításúvá vált a közszolgáltatás. Erre a Győrszol vezérigazgatója azt válaszolta, a GHG-nak nincs hátraléka. A harmadik negyedévi díj az mai nappal a GHG-nek a számlájára került, és ebből adódóan, ez egy nagyon-nagyon fontos információ, ebből adódóan díj elmaradása az NHKV-nak nincsen. A fizető parkolókkal kapcsolatban szintén az ellenzék részéről hangzott el a kérdés, lehetne ingyenes a parkolás a zöldrendszámú autók számára Győrben. Erre a város üzemeltetésért felelős alpolgármester reagált, aki szerint a városban megfizethető a parkolás. Körben a parkolási díjak az országban egyik legalacsonyabbak a lakossági bérlet árát tekintve. Ha elmegy Debrecenbe, ugyanezért a parkolási díjakért a belvárosba 12 000 forintot fizetnek évente, Győrben 4 000 forint alatt van tartva, rendkívül kedvezve áron tud a lakosság parkolni. A polgármester is megszólalt parkolás ügyben, Borkai Zsolt azt mondta, megvizsgálják, hogy az elektromos autókkal térítésmentesen lehessen megállni a jövőben. Csak és kizárólag teljes mértékben elektromos autókról, azaz környezet kímélő elektromos autókról beszéljünk, és nem szeretnék olyannal, ami egyébként ugyanúgy szennyezi a környezetet. Igaz, hogy lehet, hogy nem akkora mértékben, de mégiscsak környezetszennyezést okoz. Rendben van, hajlandóak vagyunk, erről beszéljünk. A helyi autóbusz közlekedés is téma volt a testületén, ezzel kapcsolatban Fekete Dávid kérdezett rá arra, miért nem került új busz a városba. Olvashattuk az idei évben a sajtóban, hogy az ENKK 61 új buszt szerzett be, vadonatúj buszokról beszélünk. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen szakmai indokok indokolták azt, hogy egyetlen egy sem került beállításra a győri közösségi közlekedésbe. A polgármester buszügyben is elmondta véleményét. Borkai Zsolt szerint 2017-ig élő szerződés van a volánnal, de utána meg kell vizsgálni, hogyan oldja meg az önkormányzat a helyi autóbusz közlekedést. El kell döntenünk azt, hogy milyen irányba visszük a helyi közlekedést. Valóban ezt egy pályázat útján, idézőjelben mondom, külső céggel oldjuk meg, vagy pedig az önkormányzat megtalálja mind a financiális, mind pedig a működtetéshez azt a lehetőséget, hogy esetlegesen bizonyos területeket, vagy akár az egészet átvegye. A kérdésekre a Volán Társaság illetékese azt válaszolta, pillanatnyilag 18 év a győri buszpark átlag életkora, a cég ezeket igyekszik a legjobb állapotba hozni. Közös feladatunk, és alapvetően itt most már a 17 évtől induló, vagy 18 évtől induló új közszolgáltatási pályázat esetében az előkészítő munkák folyamán fontos szempont az, hogy ezt az átlag életkort lehetőség szerint csökkentsük, és ennek a finanszírozási hátterét pedig már a pályázati eljárás kiírásakor, illetve a szolgáltatóval szembeni kötelezettségvállaláskor megteremtsük. A közgyűlés ezt követően döntött a helyi sporttámogatásokról és megszavazta az adivárosi Kuopió Parkban állítandó szoborról szóló előterjesztést is, illetve elfogadták a 2020-ig szóló városi egészségfejlesztési tervet és városi drogstratégiát. A város közgyűlése legközelebb 2017. januárjában ülésezik majd.